attól, hogy ön szép, attól, hogy ön szép, abból még nem következik az, hogy okos. Nincs protokoláris sorrend, és mivel a keddi napon téged ért az a megalázó incidensben volt részed egy nagyon kedves úrtól, illetve a mai napon most már megint kaptunk, bár ez most már nem a te személyednek szólt, a Lukács Tamás úr ugye azt nyilatkozta, a KDNP országgyűlési képviselője, hogy a hajléktalanságot a nők okozzák, méghozzá hajléktalan szállóra ment, és ő úgy gondolja, hogy ezek a csúnya liberális jogvédő és nő szervezetek, amelyek egyébként külföldről pénzelnek, szóljatok, kikapott pénzt, olyan szakvéleményeket adnak, hogy milyen jó a családon belül erőszakban a kitiltás, és megoldásokat ezekre a kérdésekre nem adnak. Ugyanakkor most a hajléktalan kérdésben azt mondják, hogy mit akar ez a parlament csinálni, mert hogy kezel és hogyan próbálja, és a büntetőjog kategóriába tolja. Tehát a hajléktalan szállóban 10 férfi közül 8-nak a története úgy kezdődik, hogy amikor elváltam, ezért senki nem felelős, kérdezi a Lukács. Tehát a kormánypárti képviselő szerint nők tehetnek a hajléktalanságra. De természetesen, ha ezt nem ismerted, ezt az újabb, kedves, úgymond női társadalom felé való beszólást, azért kérlek, hogy az itteni megjelent hölgyeknek egy pár mondatot mondjál. Kedves lányok, asszonyok, nők és férfiak, akik velünk szimpatizáltok, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, hogy létrehoztátok ezt a megjelenést itt a Fidesz székház előtt, és köszönöm, hogy itt lehetek veletek. Köszönöm a Magyar Nők Szövetségének, köszönöm minden nő nevében, akiket megaláznak. Köszönöm, mert azt gondolom, hogy ami a parlamentben folyik, az mindenképpen egy minta kellene, hogy legyen az ország számára, és ami most folyik a parlamentben, az semmiképpen nem lehet minta az ország számára. Azt gondolom, hogy a magyar társadalom most már régen túlhaladott azon a zavitt orbáni felfogáson, ahogy ezek az emberek, akik ott a kormánypártiak számosan ott ülnek a sorokban, azok gondolkodnak a nőkről és az asszonyokról. Azt gondolom, hogy itt vagyunk maroknyian, de sok szervezetet képviselve és sok embert, emberért kiállva, azt gondolom, hogy egy fontos jelzés a Fidesznek is az a kapcsolatban, ami nem vevő a magyar társadalom erre a stílusra, ami ott megy. Azt gondolom, hogy minden nap más nő lehet a célpont, és az, hogy államtitkárok, kormánytagok így beszélhetnek nőkkel, azt gondolom, hogy ez a szégyennek a legmagasabb szintje. Egy olyan országban élünk, ahol most sok dolognak nincsen következménye. Nincsen következménye, hiszen ez az államtitkár, aki most ezekre a szavakra álmokfutásra ragadtatta magát, ez az államtitkár gyakorlatilag semmit nem kapott, semmilyen büntetést nem kapott. Ezt az ember gyakorlatilag felmentették a felelősség súlya alól, és most már nem által a médiában ő is és többen kormány oldalról azzal példározni, hogy igazából az ellenzék felelős azért, hogy ilyen stílus van. Nem az ellenzék felelős ezért. Mindig az felel, aki beszél. Azért beszél így, mert így gondolkodik. Nem szabadna, hogy így gondolkodjon. Antoni Rita vagyok, a Nőkért Egyesület elnöke, és azért vagyok itt, ugye egyrészt a szexizmus ellen való tiltakozásért, másrészt azért, mert elgondolkoztam ezen az SMS-ben való bocsánatkérés dolgon. Ugye vannak dolgok, amiket nem teszünk SMS-ben. SMS-ben nem szakítunk, SMS-ben nem kérünk bocsánatot.
és főként akkor nem, hogyha az illető magát lovagiasnak tartja, ugye? Ezt írta Illés, hogy megkövetem önt a lovagiasság szabályai szerint. Miért a lovagiasság szabályai szerint, amikor ezek a formaságok már a megelőző korokban is csak formaságok voltak, és nagyon ritkán tükrözték a nők valódi tiszteletét? A nőknek nem lovagokra van szüksége, hanem arra, hogy egyenrangú embernek tekintsék őket. Olyan férfiakra van szükség, akik nem hölgyeknek, hanem egyenrangú embereknek, a parlament kontextusában egyenrangú politikusoknak tekintsék a nőket.